Üdv mindenkinek, szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok az Angol Nyelvleckék YouTube csatornáról, és ebben a videóban az angol szótanulásról lesz szó. Ez a videó elsősorban kezdőknek szól, de azért remélem, hogy a haladók is találnak benne érdekes és új információt. A videó során szeretnék egy három lépéses technikát megmutatni, aminek az a lényege, hogy hogyan tudsz úgy szavakat tanulni, hogy azokra bármikor, akár évekkel később is könnyedén emlékezni tudj. De mielőtt elkezdjük a videót, ha érdekel téged az önálló angol tanulás és az állásinterjú felkészülés, akkor kérlek, hogy iratkozz fel erre a YouTube csatornára, hogy mindig értesül az újdonságokról. És akkor vágjunk is bele a mai témánkba. Én azt látom, hogy nagyon sok diák számára jelent egy visszatérő problémát, hogy nem emlékeznek azokra az angol szavakra, amelyeket egyszer, vagy kétszer, vagy akár tízszer már megtanultak. És itt a megtanultak szót szeretném idézőjelbe tenni, mindjárt megérted, hogy miért. Tehát a diák, hogyha írásban látja, szövegkörnyezetben látja az adott szót, akkor nagyjából tisztában van a jelentésével, de egy beszélgetés, egy kommunikációs helyzet során nem tudja használni, nem tudja felidézni azt az adott szót. Amikor rákérdezek a diákoknál, hogy hogyan tanulta meg ezeket a szavakat, és ezért tettem a tanulás szót idézőjelbe, akkor általában azt a választ kapom, hogy kiírta a diák a szót a szótárba, és két hónappal ezelőtt a szódolgozatban tudta, úgyhogy most nem érti, hogy miért nem emlékszik rá. Na most ezzel kapcsolatban van egy rossz hírem. Az, hogy te kedden megtanulsz egy szót a szótáradból, tehát letakarod a szótár egyik oldalát, és sikerrel felidézed az adott szót, és a szerdai szódolgozatban emlékszel erre az adott szóra, az sajnos nem jelenti azt, hogy te valóban tudod azt az adott szót, és hónapok vagy akár évek múltán is könnyedén fel tudod idézni azt a kifejezést a memóriádból. Tehát a szótanulás során, és egy kicsit hadd legyek szakmai, a szótanulás során az a legfontosabb, hogy a passzív szókincset, tehát hogy leírva szövegkörnyezetben te tudod értelmezni az adott szót, azt átültessük, átrakjuk az aktív szókincsbe, tehát ami azt jelenti, hogy bármikor eszedbe jut a szó egy kommunikációs szituáció során, a másodperc tört része alatt. Tehát ne feledd, és ezt nagyon szeretném még egyszer hangsúlyozni, mert szeretnék rendet tenni az emberek fejében, a végső cél az nem a szódolgozat, hanem a beszélgetés. Tehát, hogy a beszéd közben a másodperc tört része alatt eszedbe jusson az a szó, amit éppen használni akarsz. És akkor lássuk azt, hogy kezdőként hogyan tudod ezt elérni, tehát hogyan tanulj úgy szavakat, hogy azok meg is maradjanak a fejedben. A legelső lépés, olvas, olvas és olvas. Igen, jól látod, ez a folyamat nem a szótanulással és a magolással kezdődik, hanem az olvasással. Tehát először szókincset kell építenünk és bővítenünk. Olvasd el mindent, ami érdekel angol nyelven. Tehát ne csak azt, amit feladnak neked az iskolában vagy a nyelviskolában a következő órára, tehát és azzal ki is van pipálva az angol tanulás, mert meg átnézted azt az olvasmányt, amit a tanár feladott hétfőről szerdára, hanem olvass el mindent, ami érdekel angol nyelven. Képregényeket, hírleveleket, magazinokat, novellákat, Wikipédia szócikkeket, videójáték leírásokat, teljesen mindegy, bármi jöhet, ami érdekel téged, csak angol nyelven legyen. Szavakat és a kifejezéseket ugye itt nem önmagukban, hanem kontextusban, tehát szövegkörnyezetben láthatod majd. Ami új és ismeretlen szó számodra, azt nézd meg a szótárban, és írd ki magadnak. De tudnod kell, hogy ettől még nem fogod tudni azt az adott szót.
szót, azt az adott kifejezést, ezzel csak lesz egy nagyon klassz kis listád, egy szószedeted. És tegyük fel, jó eséllyel felismered azt az adott szót, ha újra látod, tehát az új kifejezés a passzív szókincsedbe került. És akkor most jön a kettes lépés, hogyan használd a szót, tehát hogyan aktivizáld ezt a kifejezést. Most jön a dolognak az izgalmas része, tehát az új és ismeretlen szó aktivizálása, tehát átültetése az aktív szókincsbe. Ezt a következő módon tudod elérni. Minden egyes új szóval, tehát minden egyes számodra ismeretlen szóval alkoss 5, azaz 5 darab angol mondatot. Az 5 mondat legyen teljesen különböző igeidőben. Tehát nézzünk egy adott példát, tegyük fel, hogy számodra a library, vagyis a könyvtár egy új és ismeretlen szó, így nézhet ki például 5 különböző igeidejű mondat. I love to go to the library. Imádok könyvtárba járni. I was walking home yesterday when I saw the library. Tegnap éppen hazafelé sétáltam, amikor megláttam a könyvtárat. I have never seen such a nice library. Még soha nem láttam ilyen szép könyvtárat. I met my friend inside the library yesterday. Tegnap a könyvtárban találkoztam a barátommal. És az utolsó, I will go to the library next Monday. Jövő hétfőn a könyvtárba fogok menni. Tehát írd le, és mondd ki hangosan ezt az 5 mondatot. Aztán, ha ezzel meg vagy, még nem vagyunk készen, ismételd ezt az 5 mondatot, ezt az új szót a következő módon. Minden vasárnap ismételd át az elmúlt héten, tehát az elmúlt 6 nap során megtanult szavakat. Ugyanúgy alkos mondatokat az adott szóval, legyenek azok új mondatok, más mondatok, mint amiket már kiírtál. Írd le és mondd ki hangosan ezeket a mondatokat. Majd a hónap legeslegutolsó vasárnapján ne csak az adott hét, ne csak az elmúlt hét, hanem az elmúlt hónap új szavait és új kifejezéseit ismételd át ugyanezzel a módszerrel. És végül eljutottunk a harmadik lépéshez, ami úgy szól, hogy ne markolj túl sokat. Ugye van az a magyar közmondás, hogy aki túl sokat markol, az keveset fog, és ez hatványozottan igaz az angol tanulásra. Learning is fun. Ugye a mók, a tanulás móka, mondja az angol, és ez itt hatványozottan igaz. Tehát az a lényeg, hogy élvezd az egészet. Jó? Tehát, és én ezt látom az egyik legnagyobb problémának, hogy ezekkel a rendszeres szódolgozatokkal kiölik ezt a mókát a tanulás folyamatából, és az egész egy ilyen gyomorgörcsel teli negatív élmény a diákok számára. Tehát, ha nem élvezed a tanulás és a felfedezés folyamatát, akkor az egészet megette a fene. Hát ilyenkor lassíts le egy kicsit, sok diák a már említett állandó szódolgozat miatt mindent egyszerre akar, azonnal akar, és tegnapra akar. Tehát az egyik diákom azt mondta nekem, hogy neki az a módszere, hogy minden nap megtanul 30 új szót a szótárából, és akkor 10 nap múlva ő majd 300 új angol szót fog ismerni. Na most ez egyáltalán nem így működik. Tehát lassulj le, élvezd ezt az egész utazást, a felfedezés folyamatát, a fenti módszert használva, tehát hogy minden adott új kifejezéssel alkotsz 5 mondatot, és vasárnap ismételsz, tehát ezzel a módszerrel ne akarj egy nap 3 vagy maximum 5 új szónál többet megtanulni. Jó, tehát a napi adag az 3 vagy 5 új szó legyen. Ez lehet, hogy így nagyon kevésnek tűnik, nem lesz annyira látványos a fejlődés, de én garantálom neked, hogy ha ezt a módszert használod, akkor 1. nem fogod megutálni a szótanulást,
tanulást, és kettő, évek múlva is emlékezni fogsz az adott kifejezésre. Nos, én köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, remélem, hogy tudsz majd belőle profitálni. Szeretnélek megkérni arra, hogy oszd meg ezt a videót barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!